2023 mondhatni a Godzilla rajongó kéve, hiszen nem egy, hanem két produkció is bővíti kedvenc kis kaiju világát. A Monarch Legacy of Monster sorozat formájában kíván több történetet elmesélni, amely egyébként jelenleg is fut az Apple TV Plus felületén, viszont én ezt a sorozatot úgy szeretném kibeszélni, hogyha megjelenik az egész évad és egy teljes egész évados kritikát szeretnék készíteni róla. A másik mű egy film, és a Godzilla Minus One hallgat, aminek az előzetes kritikái rendkívül pozitívak, tehát én bizatkodó vagyok a filmek kapcsolatban, és a két új tartalomnak köszönhetően gondoltam arra, hogy folytassuk a retro kritika sorozatunkat, méghozzá meg fogjuk nézni, hogy milyen volt a 2014-es Godzilla film. A cselekmény dióhéjban annyi, hogy 1954-ben rátaláltak egy lényre, és a kormány által kísérleti atomrobbanásokként definiált program tulajdonképpen a lény kiirtására összpontosított. De nem sikerült végezni vele, és egyre nagyobb fenyegetést jelent az emberiségre nézve. A Warner Bros. és a Legendary Pictures Monster verse keresztelt univerzumának ez a film volt a kezdete. A 2014-ben bemutatott újabb feldolgozás Gerett Edwards rendezte, és fényévekkel jobban sikerült, mint a 98-ba moziba küldött Godzilla film, amely mind a kritikusoktól és mind a rajongóktól negatív visszajelzéseket kapott, és a brit film rendezőművel sokkal hűbben ábrázolta Godzilla-t, és szakmai szemmel is elmondható, hogy bizony ez a film egyáltalán nem volt olyan rossz. A filmben persze vannak apró változtatások, mivel nem az atombomba sugárzása hozta létre, ahogy az 1954-es eredeti műben, hanem a szörnyek királya egy ősi faj fennmaradt példánya, aki 54-ig nem bújt elő, azonban a szörnyű bombázásoknak köszönhetően felébresztették a kísérletezések. Érdekesség egyébként, hogy az itt látott Godzilla a második legmagasabb, akit valaha láthatunk a filmek során, és a szörny megalkotására egy szavunk sem lehet, lenyűgözően néz ki, de egyben is, hiszen gigantikus méretekkel rendelkezik. Továbbá nem Godzilla az egyetlen kaiju, hanem két mutó is a szemük elé kerül. A kettő parazita Szön pedig a film antagonistájaként szolgál, akik szintén hátborzongatóan nagyok, és hát bizony nem a legkellemesebb élmény velük találkozni. A cselekmény kiválóan építkezik, igaz, ezt eléggé lassan teszi, és néha a kapunk egy-két felesleges mozzanatot, de az összkép remek. A legfőbb negatívum a filmnek, hogy godzilla szól, viszont csak nagyjából a 40. minútumnál láthatjuk teljes egészében, és a készítők erre jobban is odafigyelhettek volna, mivel a hím és a nőstény mutó többet szerepel a képernyőn, mint Godzilla. A látvány egyébként eszméletlen, hogy a kaiju harca is, persze azért itt is vannak olyan pillanatok, amikor a sötétben kell tapogatóznunk az összecsapások során, de nem olyan nagy mértékben van jelen, mint a második részben. Többek közt a Godzillai bődeletesen bődöletesen erős színészgárdával is rendelkezik, méghozzá íront élő Johnson és Elizabeth olsen -e, akik egyébként egy évvel később szintén egy párost alkottak a boss Ultron kora című filmben, viszont ott csak testvérek voltak, nem házastársak. A Breaking Bad Brian Cranston is tiszteletét teszi, de még Ken Vanataba és Sally Hawkins is szerepelnek. Tehát nem gyenge a felhozatal, és csalódnunk sem kellett senkiben, mindenkire illet a szerep, és pazarú hozták őket. Sokszor előfordul egyébként ugye a szörnyfilmeknél, hogy az emberi karaktereket egyáltalán nem dolgozzák ki, és azt lehet érezni, hogy ők csak úgy ott vannak töltelékként a történetben. Hát a Godzilla esetében teljesen más volt a helyzet, mert fontosak és érdekesek voltak a történet szempontjából. Összességében a Godzilla remek kezdése volt egy nagy franchise-nak 2014-ben, ami azóta csak egyre jobban bővül. Ez azt is megmutatja, hogy még rengeteg van a szörnyek világában, és kilenc éve nagyon fontos lépést tettek meg a jó irányba. A történet lassan építkezik, de annál érdekesebben, és végre a szereplőket is annak lehet mondani egy szörnyekkel foglalkozó filmben, a Kaiju-kra pedig egy szavunk sem lehet, zseniális kidolgozottság. Viszont ez a videó ennyi lett volna, mindenképp írjátok le, hogy nektek hogy tetszett annó a 2014-es Godzilla, ne felejtsétek el lájkolni a videót, feliratkozni, vagy támogassatok egy szuper köszönettel, illetve a csatorna tagság funkcióval. Legközelebb találkozunk, szevasztok!